Alvászavar, fejfájás, ingerlékenység és bágyadság. Ezek mind a tavaszi fáradtság tünetei közé sorolhatók. Az emberi szervezet téli tavaszi átállását kísérő problémák elkerülhetők a szakember szerint megfelelő vitaminpótlással és folyadékbevitellel, valamint mozgással. A tavaszi fáradtság leginkább a dolgozó korosztálynál jelentkezik, iskoláskorban még nem jellemzőek ezek a tünetek. Mint azt Murphy King, a dietetikus kiemelte, a napfény hiánya és a helytelen táplálkozás jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a tavasz beköszöntével fáradtabbnak érezzük magunkat, így sokan tapasztalnak magukon a depresszióhoz hasonló tüneteket. A tavaszi fáradtságot az általános vitaminhiányunk is okozza, mert ugye télen borúsabbak a napok, nincs annyi D-vitamin, ezért ugye mesterségesen kell bevinni, valamint nincsen annyira sok primör zöldség és gyümölcs, hogy azokat meg tudjuk enni. Így igazából ezek okozzák nekünk a tavaszi fáradtság nagy részét. Kocsmáros József és felesége már nyugdíjasok. Korábban jobban érezték a tavaszi fáradtság jeleit, de most már több idejük van pihenni és kikapcsolódni. Mi nem sokat érünk meg ebből, nyugdíjasok vagyunk. Kipihenünk, sétálunk, pláne most ebben jó időben. Úgyhogy semmi olyasmit nem, hogy éreznénk, hogy tavaszi fáradtság. Valamikor még volt, mikor dolgoztunk abban az időben, úgyhogy most meg azért csak úgy el vagyunk lazán. Liplin Zoltán sosem érezte magán a tavaszi fáradtság jeleit, hiszen állandóan fizikai munkát végzett otthon, és a sport is mindig része volt az életének. Engem igazából nem visel meg a tavaszi fáradtság, mert igazából gyerekkoromtól fogva folyamatosan sportoltam, most már nem futballozok, mert már azért térdeim ki vannak készülve, de engem nem nagyon zavart az óra átállítása igazából. Ha dolgoznom kell, menni dolgozok, éjszaka 4-5 órát pihenek. Murphy Kinga is a mozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságát emelte ki, hiszen a dietetikus szerint ezzel csökkenteni lehet a fáradtság tüneteit.